Itt vagyunk már, és folytatjuk tovább, ahogy ígértem, Jocó most bevallhatja a másik két lányzót is, mert Katának bizony meg kell tudnia, hogy nem csak Kitty volt. Ugye, Jocó, jól mondom? Igen. Nem csak Kitty volt, tényleg? Nem. Jocó, hát én erről nem tudtam egyébként, csak blöff volt. Na de mesélj akkor, hm? Ki volt hát, még? Az a másik kettő hölgyemény. A... Kettő hölgy? Igen. Még kettő? Az egyik hölgy, egy Marcel nevű hölgyemény volt. Mart. Szép, hogy még a nevét sem Marcel. Tudom. Jocó. Marcel. Marcel, de Marcel egy fiú név, nem? Oh. Merci, bocsánat, Berti. Vagy Marcel volt. Igen. Szóval Merci, volt, Merci, volt igen. Egy Marcel, és ki volt a másik? Béla? Nem, Merci volt, a másik pedig Kinga. Kinga. Igen. Kinga, mit tudunk róluk? Mert mind a kettő még a kapcsolatunk legyen, amikor még ismerkedtünk, akkor voltak nekem. Akkor volt. Ajjajajajaj. Hát Jocó, ezzel a maradékfát is tulajdonképpen elforgácsoltad magad alatt. Hm? Mit mondaná Kata erre? Egyik nő balra, a másik nő jobbra, Marcik, Marcellek, Mercedesek. Hát ide bizonyította, hogy ő nem tud, ő pont nem az a férfi, aki nekem kell, akire nekem szükségem van. Úgyhogy úgy gondolom, hogy keresgélek tovább. Keresgélsz, és ennyi a négy hónap kútba dobjátok, hogy négy hónapot elfelejtitek, és külön folytatjátok tovább? Hát én az az igazság, hogy szinte más nő se folytatná így tovább, hogyha a párja szabályszerűen megalázza a barátnőjét, mert ez megalázó egy nőnek, hogyha megcsalják, meg most az én részemről, úgyhogy itt vége. Mit mondanál Kittynek? Jocó? Hát hozzá nagy fűzennivalóm nincs, annyi, hogy köszönöm szépen azt az estét. Köszönöd azt a varázslatos éjszakát. Hm? Nem. Kitty, te mit mondanál Jocónak? Hát Jocónak semmit. Nagyon szívesen. Hm? Nem. Viszont Katának annál is inkább. Na most már nem tudtam ez elégszer elmondani, hogyha tudok rólad, és tudom, hogy te vagy a Jocónak, akkor ez nem történt volna meg. Ez nekem már nem magyarázat. Nekem se lenne az. Meg tudom érteni, persze. Jól van, hát Jocókám, elmondtad, legalább őszinte voltál. Hm? Igazából más nő után kell most menni. Tehát egy írókész harcosnak ez menni fog szerintem, nem? Sajnálod? Sajnálod azért picit őket, vagy? Nem? Na, Katát sajnálom. Katát nagyon. Sajnálod, ugye? Hát átérzem, ő nagyon szeretett. Hát, tényleg átérzem a helyzetét. Jól van. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Már is megyünk tovább, érkezik most Sanyi, aki nagyon kedveli barátnőjét, sőt, mi több megmerem kockáztatni, nagyon szereti, azt azonban nem tudja, hogy barátnője komoly elhatározásra jutott, ő egészen más szeretne. Hopp, egy székre lecsücsülünk, Sanyi, mi? Sétan, csak úgy leültél. Na, mi újság van, Sanyi? Hát, ez meg az, zajlik az élet. Kata, neked el kell menni? Elmennék, mert itt van a kishugom. Itt a kishugom. Igen. Uh-huh. Értem, jó, akkor hazavinném. Én is elkísérném, és nem, egyedül jöttem, de én kikísérném, és beszélnék vele még. Őt engem ne kísérje sehová se. Ezt itt mondtam. Mert hogyha én kitámogatlak az ajtón, azt hiszem, hogy akkor neked annyi. Jocokám, jobb, ha velünk maradsz. Kicsit bulizol, pihensz, aztán nem, megyek. Megyek. Jó? Na, mi lesz? Maradsz inkább? Nem megyek. Hova? Vele beszélem. Te velem nem jössz, nem érted? A kisugom előtt nem csinálod a fesztivált. Itt vége. Fogd fel. Jó. Hallod, Jocó, maradnod hallod, kell. Hallod. Kata, téged elengedlek, tudom, hogy menned kell, jó? Jó. Csók. Sanyikám, bocsánat, csak közben itt azért történnek az események. Szóval igen. Mi újság? Hm? Hát, mi legyen? Azóta nem sok minden, mióta az előbb kérdeztem, mi? Így, azóta hallgatóztam. Csücsedj már egy picit arrébb, jó? Csak hogy lássuk, hogy mozgatod a csípődet. Ja. Na? Szóval, Sanyi, neked van barátnőd? Így van. Ugye jól tudom, mióta? Hát lassan egy éve. Lassan egy éve, és? Egy hónap múlva. Mit érzel, amikor úgy ránézel, kora reggel, amikor fel kell? Hm? Minden oké, szeretem. Jó vele lenni. Szereted hát minden oké? Ilyen szokásos dolgok. Szokás, mi a szokásos kora reggel? Hát jó mellette fölkelni. Jó mellette ébredni.
Értem, összebújtok még reggel? Vagy úgy már, hogy mindenki, ő balra, jobbra kell, ment el, kis, te a kis kávé. Hát azért nem úgy van, hogy csörög van kis bújtizás, ilyen kis macizás? Hm? Van. Nem, macisztok? Van. Ki a maci? Ő vagy te? Mindketten. Mind a ketten kicsi macik vagytok. Ja. Jó van. Mi a beceneve Sanyi egyébként? No, hogy szoktak ki? Hogy szoktak? Hát hogy hív a kedvesed? Na, látom. Nyuszika. Én. Nyuszika? Aha. De miért kaptad ezt a nevet, a Nyuszika? Hm? Fürge hát vagy? először maci voltam. Nem tudom, elfelejtettem. Sanyikám, mi a közös jövő? Hm? Gyerekek? Közös ház megöregedés? Hm? Hát igen, előfordulhat. Hát most egyelőre Angliába szeretnénk kimenni. Angliába? Beszélsz angolul? Hát az túlzás, hogy beszélek, de kitesznek. Azért nem lehet eladni, ugye? Itt így van. Ha kitesznek, ott valahol eltalálom. Ide-oda vagy. Jutok majd valamire, remélem. Tehát azért a térképen úgy azért tudod, hogy mikor merre kell fordulni. Ja. És mit csinálnátok ott kint, messzi Londonban? Hm? Manchesterben amúgy. Pláne. Dolgoznak. Manchester. Kimész egy-két meccsre, megnézed a Manchestert. Nem igazán szeretem Manchester. Nem szereted a focit? Focit szeretem, de a Manchestert nem különösen. És miért akartok kimenni? Miért nem jó itthon? Hm? Te egy kis pénz nem árt. Meg ugye tanulni sem nyelvet. Aha. Ilyen indokokat. Értem. És közösen készültök az útra, megvetétek a bőröndöt, csomagoltok. Így lassan van. Indultok, Sanyi? Lassan indulnak. Mikor? Igen. Hát egy hónap körülbelül. Egy hónap. Hát akkor izgatott lehetsz azért. Ne? Mennyi időre mentek? Hát na, ez kérdés. Ameddig lehet, meg van rá alkalom. Amíg van rá alkalom. Jó, azért együtt nekivágni, felfedezni a világot, az mindenféleképpen egyfajta jó kaland, nem? Így van. Barátnőd lelkes, fel van dobva? Hát, úgy érzem, hogy én erőltetem egy kicsit ezt, de hát... Nem, hogy forró lett a talaj, Sanyi, vagy menni kell, vagy miért erőltetem annyira? Nem, én szeretnék kimenni addig, amíg fiatal vagyok, most még nem vagyok úgy lekötve, se gyerek, se semmi. Tehát most mit üljek itthon? Hát igazad van. Jó van. Na hallgassuk meg, mit mond a barátnőd. Jó, Sándor? Itt van Kati már is. Ó, Sanyi, úgy megpiriszkáltad Katit, láttam, ahogy bejöttél is kedvesen. Na hát, Kati, hallom. Hallom én, hogy itt még reggel bújás, meg becézgetés, meg közös jövő, meg külföld, meg egy csomó minden. Hm? De talán Sanyi azt is mondta, hogy nem vagy annyira lelkes. Maradnál inkább, vagy mi a helyzet? Sanyi talán túlságosan menne? Hm? Hát én maradnék. Maradnál. Nem szeretnék menni. Nem szeretnél menni. Ez hogy, hogy nem szeretnél menni? Hát Sanyi éppen bejött, arról beszélgettünk, milyen jó lesz nektek Londonba. Vagy Manchesterbe, pláne bocsánat. Miért nem akarsz menni, Kati, Manchesterbe? Hát mert anya arcol észrevettem olyan dolgokat, hogy nem én vagyok az első, hanem más. Mindig úgy olyan kisebbségi érzetem van mellette, hogy nem törődik velem annyit. Nem törődik veled annyit? Ki? Hát ő, Sanyi. Sanyi? Nem. Ez igaz? Nem törődök. Mi arról is voltak ezek a kocsis találkozók. Magadtól kérdezted, Sanyi? Tessék? Semmi. Igaz ez? Hát, nem érzem úgy, vagy... Törődsz eleget magaddal? Magammal. Hát meg a barátnőddel. Hm? Én úgy érzem, hogy igen. De hát Kati elmondta, hogy reggel bújtok, meg macizzátok egymást, meg nyuszika, meg... Hát egy csomó minden jó. Mi a baj, nem értem? Amikor jó, akkor... Bejössz és... Minden szerte foszlik. Hát például voltak olyan alkalmak, hogy nyaron ugye voltak ilyen autós találkozók, ugye tudja jól, hogy én is szeretem a kocsikat, és nem engem vitt talán, mert elsősorban a barátainak szólt. Vagy ilyen nyári kiruccanások, oda is ugye haverokkal, nem én velem, úgyhogy akkor nem tudom, hogy minek vagyok. Jó, de egy autós találkozón a csajok unatkoznak, hát az dögunalom, nem? De elméletileg mi úgy is jöttünk össze, hogy mindenketten szeressük a kocsikat, és volt miről téma az négy kocsikról. És most akkor most nem értem, tehát most nem mész Manchesterbe, mert Sanyi nem vitte az autós találkozót. Nem, hanem belegondolok abba is, mi lesz, hogyha én oda kimegyek, ugye ő akkor is hanyagolni fog. Ott nem Sanyi. Lesznek ismerősök, csak ővel leszek ott, és így nem tudok rá alkalmazkodni, mert nem bízok még így benne. Sanyi, de most... Mondj erre valami. Hát igen, most az, hogy mert az autós találkozókra nem jöttél úgy velem, most nem értem, most azért nem jönnél ez ki, vagy... Nem csak a találkozókról van szó, hanem a szilveszterről is például. Szilveszterkor is elkolbászoltál, Sanyi? Hát igen, az... Hova mentél? Nem, együtt voltunk, csak hát nem volt olyan felhőtlen szilveszteri buli az.
Hát ugye úgy kezdődött, hogy ő szeretett volna haverjaival szilveszterezni. És én meg szeretem volna, hogy együtt legyünk. És aztán? Hát és azt akkor... végül is belement, együtt voltunk, csak láttam rajta, hogy nem volt olyan föloldódott. És akkor most hogyan? Külön szilveszereztetek? Nem, együtt, ja, együtt, csak én szerettem volna úgy, hogy olyan helyre menjünk, ahova én szerettem és volna. És aztán hova mentetek végül? Hát náluk voltunk kint. Jó volt, Sanyi? Hát el voltam végül is. De most Kata, mi a baj Sanyival? Hát nem érte, hát ez a fiú lelkes. Hát most nem vitt el autós találkozóra, meg nem bulisztatok együtt szilveszterkor, zakson. De hogy... Hanszor észrevettem olyat is, hogy na, például este hazamentünk, neki az volt az első, bekapcsolta a gépet és mindjárt a kocsikat nézegetett. Kocsikat nem az, hogy most nézel. Én fáradt vagyok, vagy most itt vagy nézel. Velem kedves, vagy mit tudom én is. Szóval így nem. Nézed a kocsikat? Hát nézem, de nem mindegyik csinált? Volt ez az így teljesen. Hát most te elmentél, mit tudom én, zuhanyozni, vagy valami, hát most én akkor... Megkívántál egy jó kis vöröset, mi? De Kati, ez most tényleg baj, hogy a kocsikat nézi, amikor hazamentek, amíg te dobsz egy zuhanyt? Hm? Az van, mit tudom, még plusz 2 óra. Micsoda? Nem? Hát. Mi a mínusz 2 óra? Hát még zuhanyzás után még 2 órát ott vagyok a gép előtt. Hát most... Kata, de ezek nem csak kifogások? Hm? Nem. Mi az igazság? Mert ma szerintem olyan szintre fogunk eljutni, ma beszélgetni sem fogunk tudni. Jó, szó, te érted? Olyan kis aranyosan ülsz ott egyedül. Hát valamit mondjál. Hm? Mi nem újságot jobb oldal? Most gondolkodom. Gondolkodj? Hol vesztetted el? Én nem is figyelek rá. Addig jó. Jó van. Háztam valaki segítik. Most mit csináljunk akkor? Hm? Mi legyen Angliával, Manchesterrel? A kapcsolatotokkal, Sanyival, vagy az autóval. Te mit szeretnél konkrétan? Vagy? Én ma semmit. Most... Nem is szeretnék veled. Hát akkor nem megyünk. Vagy... Te elmehetsz, de én maradok itthon. És úgy maradok itthon, hogy többet nem is találkozunk. Hát akkor nem megyek. Sanyi, nem. Sanyikám. És hogyha maradok, vagy... Megyél a haverjaiddal is, kocsigazgass velük. Szereted te ezt a fiút még? Ha valamit érzek, de ma nincs az a föllangolás, az a... Hát az, amikor volt völgy. Közös téma, mindig beszélni, vagy elmentünk együtt, az ma nincs meg. Hát... Szerintem ez nem jó is. Hát akkor meg kell valahogy beszélni, mondod, hogy mit változtassak. Olyan érdekes, én azért elég sok szakítást láttam, hát nyilván nem biztos, hogy akkora szerencse. Na de hogy hát ilyen furán még azért emberek nem köszöntek el egymástól. Hm? Mondjuk én tőlem általában valahogy mindig ilyen furán történik. Igen, Sanyi? Amikor tiplisztetnek. Hányszor raktak már így lapátra? Hm? Nem tudom, egy párszor raktak. Tényleg? Hogy mindig kidobnak, Sanyi? Hát azért nem mindig. Volt, amikor én is dobtam, de általában igen. Értem. Kata, miért múlt el? Hm? Szeretnél te ettől a fiútól megszabadulni? Elmúlt, nem érzel már iránta semmit, kicsit nehéz megmondani, de így van, nem? Hát igen. Akkor mondd meg neki, hogy nem szeretlek már. Hozzá van szokva, hallod? Nem megyek vele ki. De... Hát de ezt is megbeszéltük már most. De ez hülyeség most ilyen miatt, mert... Most neked is vannak barátaid, most volt, amikor te is beszélgettél velük, vagy valami, és akkor én hol voltam? Hol voltál? Hát olyan értelemben hol voltam, hogy mintha megfeledkezett volna rólam. Vagy nem, ez most... Sanyi, de nem muszáj itt az okokba kapaszkodni, hát nem szeret már, ez az igazság. Hm? Persze, nyilván rossz meg fáj, csak nem mer így megmondani, és inkább azt mondja, hogy sokáig zuhanyzol. Sanyi? Gépezek sokáig. Net. Ja, gépezel. Ja igen, mert meg Kati zuhanyzó. Na, hogyan tovább? Hm? Sanyi, te fölülsz arra a repülőre és megsállsz Manchesterig? Egyedül is véghez viszed ezt a dolgot? Kimész, kiköltözöl? Vagy hát maradsz? Az még addig van idő. Hát nem tudom, nem akarom így ezt ennyibe hagyni, majd valahogy kompromisszumot kell kötni, vagy nem tudom. De... Miért van ennyire szükséged Katira, ha Kati ennyire nem szeret már? Hm? Hát mert nem értem ezt az egészet, most ez ilyen hirtelen fordulat, vagy... Kérdezd meg, hogy szeretem még, hm? Már nem szeretsz, vagy... Vagy ez annyira olyan sokat jelent, hogy most... Figyelj, most ha mindenki, aki ezt csinálta volna velem, és mindenkivel együtt maradtam volna, akkor most
lehet, hogy most nagyon boldogtalan lennék, mert én így nem vagyok boldog. Most jött rá, hogy nem vagyok hozzávaló, vagy... Hát Sanyi, azt gondolom, hogy összegezted ezt a dolgot. Jó, érdekes volt látni, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Rövid szünetünk után megyünk tovább, érkezik még egy fiatal leányzó, aki szerintem csak úgy talán, mint Sanyi, igencsak félreismerte a partnerét. Olyan dolgokat fog hallani, ami nagyon megfoglalkozni. Maradjanak, jövünk mindjárt.